Szia! Ciao. Mit terveztél máma ebben a hőségben? Most Balatonvilágoson vagyunk, a déli part legkeletibb településén, és innen majd szépen begurulunk Siófokra, ott megnézzük a város jelképét, a víztornyot. Fölvesszük Szerenyei Béla színművész urat, aki csatlakozik majd hozzánk Siófokon. És utána pedig még megmutatjuk neki is a város többi látnivalóját, majd pedig tovább gurulunk Zamárdiba, ami Siófoktól csak 8 kilométerre van. Körülbelül 24-25 kilométert fogunk ma megtenni. Egy 20 kilométer, és akkor mivel kezdünk? Mit mutatsz itt meg először? Megmutatom a Szerelmesek hídját. Mióta áll itt körülbelül ez a híd? Mert azt nézem, hogy olyan túl sok lakat még nincsen rajta. Körülbelül egy olyan 5 éve készítették ezt a hidat, úgyhogy azóta gyűlnek itt a lakatok. Vannak rajta elég érdekesek is, érdemes bogarászni, hogy mik vannak ráírva. Látom, itt van egy-kettő gravírozott, van, aki csak saját kezével próbálta megoldani és rátenni egy-kettőt, meg azt néztem, hogy vannak itt bringások is, úgy, mint mi, akik kerékpáros láncot tettek le, ez is aranyos. Közel van a bicikli út, úgyhogy kézenfekvő, hogyha valaki erre jár biciklivel, akkor itt hagyhat egy lakatot. Pedig van egy ilyen, hogy szerelmes vagyok, mint egy nagy ágyú. Az is jó. Én pedig találtam egy olyan tutó lakatot, ez itt a reklám helye. Ilyen gyerekkoromban láttam utoljára ilyen lakatot, elképesztő. Ez a legkirályabb lakat, komolyan mondom. Nagyapám fészerében ilyen volt, fáskamrának az ajtaján. Igen, és volt belőle többféle méretben is, emlékszem. Igen, igen, ennél nagyobb tutó lakat volt. Sőt, ha jól tudom, még volt kék is, és rózsaszín is. Bizonyám, tényleg rózsaszín lakat, aki azt kitalálta. Hova megyünk innen tovább? Siófokra fogunk gurulni. Itt a sétányon fönt végiggurulunk, innen gyönyörű balatoni panorámát fogunk látni, majd pedig leereszkedünk a víz szintjére, és ott fogunk egészen Siófokig haladni. Jó, hát akkor menjünk, azt javaslom. Születésemtől fogva Zamárdiban lakom, úgyhogy ezer szárral kötődök a Balatonhoz, és hát a környékhez, Siófokhoz, Zamárdihoz, és hát a bringázás is szintén itt. Ez a legkényelmesebb, nem? Itt a déli parton, meg az északin is, hogy az ember bringára pattam, főleg, hogyha itt dolgozol, mondjuk, és te azzal jársz, gondolom, a munkába. Igen, igen, áprilistól októberig biciklivel járok munkába, úgyhogy nagyon kellemes, kényelmes. Végre egy balatoni embert megkérdezek róla, mert mindig örremenő viták vannak. Ha északi partot kérdezek, akkor az északi partra esküszik, a déli part a déli partira, hogy melyik a jobb oldal? És miért? Hát természetesen nekem azért a déli, és... Azért úgy akartam kérdezni, melyik a jobb part, és miért a déli? Hát mondjuk azt szokták mondani, hogy a déliről szebb az északinek a látványa, tehát mondjuk ez is egy ilyen örök igazság, de hát természetesen mindenki ugye a szülőhelyhez kötődik elsősorban. Igazából mindegyik parton meg lehet találni azokat a jellegzetességeket, szépségeket, amiért szeretni lehet. A vonat hangja az szervesen hozzátartozik a Balatonhoz. És itt megy most éppen a gyors alattunk. Ez a rész már ismerős, mert sokat jártam ide közvetíteni le a Siófok pályájára foci meccset. Na, hát Siófokon nem csak focizni lehet, hanem nagyon sok szabadidő töltési lehetőség van.
például itt is, szabadi fürdőn. Ha valaki nem csak a Balatonban szeretne fürdeni. Így van, erre itt egy nagyon jó lehetőség. Viszont most már nagyon meleg van, amikor elindultunk is nagyon meleg volt, de most már mennyi az idő? Azt mondja, még csak 10 óra van délelőtt, de már nagyon meleg van. Tudsz valami jó helyet, ahol lehet hűsölni, és ami nem a Balaton, bár én nagyon szívesen belemennék. Mutatok neked egy nagyon jó fagyizót, jó? Fagyizót, remek! Ez itt sokkal a... Köszönöm. Jó napot kívánok! Azt hallottuk, hogy isteni a fagyi, és hogy egészen különleges módon készítik. Igen, rózsaformába készítjük, és a rózsaformába háromfajta is lehet választani. Gyümölcsizek vannak, különlegessége a sárkánygyümölcse, amely egy egzotikus gyümölcs, és vannak a krémfagylaltok, ami különlegesség most a lárózafagylalt, ami vaníliafagylaltban van kandírozott narancs és csokoládé, van egy nugátkrém, amivel pirított mogyorók vannak és magok. Meg látom, van akácvirág, sehol még nem láttam akácfagylaltot. Igen, a virág van beáztatva. Akkor kipróbálom az akácvirágot. Ez a kandírozott narancsos, ez nagyon jó. Mert te nem kaptál. Ez jó. Én viszont kaptam. Epret, és ez nagyon... mint hogyha friss lenne. Hát isteni nagyon. Köszönjük szépen. Jövünk máskor is, erre járunk. Várjuk szeretettel. Szervusz! Hello! Hallod ezt a tökéletes időzítést, hogy még a harangok is megszólaltak? A királyok pontosan érkeznek. Szervusz. Szervusz! Hogy telik a nyár egyébként? Rendezek Kecskeméten, úgyhogy ezért elég keveset vagyok itt lent, de ma éppen egy olyan szabad nap van, amikor meg tudtam ezt oldani, hogy lejöjjek. És megkóstoltad már a vizet, hogy milyen? Mert azt ugye lehet róla tudni, és ez a film szerepeidből is kiderül, hogy te imádod a Balatont és imádod a vitorlázást, emlékszem. Hát szerintem a 80-as évek közepede, javíts ki, hogyha tévedek, csak semmi pánik. Az Ötvös Csöpi filmek második része, ha jól emlékszem, amikor 200 méter rozsdamentes acélsodron kellett volna szerezned. És Ötvös Csöpi leszólt neked valamelyik erkéről, és te még a kikötőben voltál, szerintem így nagyon a pályafutásod elején. Hát, Tihanyban volt, és nagyon régen, úgyhogy már alig emlékszem én is rá. Kaszkadőr jelenetre emlékszem abból a filmből, amikor összetekeredett két autó a fának, és nem nagyon sikerült a forgatást emiatt megcsinálni, aztán egy napot még ismételtek is. Hát akkor még nem volt saját hajó, az olyan régen volt. És aztán, most már aztán, hát ugye most már 25. éve már van. Én inkább most hölgytársaságra bíználok benneteket, úgyhogy kolléga nem fog fölkalauzolni benneteket a víztoronyba, én meg addig vigyázok a biciklikre. Semmi bajom nem volt eddig veled, de ez az első ötleted volt ma, tényleg. A víztorony ugye klasszikusan a vízellátását látta el a városnak, viszont a 70-es évektől ez a funkció megszűnt, és utána a turisztikai látványosság volt mindig, és korábban is a Turinformiroda működött itt, és igazából tavaly került átadásra, új felújították teljesen, tehát új képet kapott, a főtér is teljesen új, és úgy gondolom, hogy ebben a csodálatos környezetben ez egy egyedülálló attrakció itt a Balaton körül. Relatív friss város, tehát fiatal város, 150 éves évfordulóját ünnepeli most. Amerikában boldogok lennének egy ilyen várossal. Úgyhogy idén nagyon sok rendezvényünk volt úgy megszervezve, hogy erre építettünk, és nagyon színvonalas rendezvények voltak. A szezonnyitóval kezdődött,
és folyamatosan tart az egész főszezonban. És itt engedik le a Balaton vizét is? A Sion keresztül? Itt van a Sió zsidip is, és most a vízzárás kitűnő. Ezt egyébként Béla is igazolhatja. Ugye? Lekopogjuk. Maradjon így. Tavaly egy picit alacsony volt a vízszint, de szerintem a családosok ugyanúgy szerették, mert kisgyerekkel azért abszolút ideális, és tudtak homokvárat építeni. A víztisztasága viszont az most már lassan 10 éve elementáris. Szóval állítólag most már a rákok is megjelentek, és ez azt jelenti, hogy nagyon tiszta a víz. Kezi Csokkalon, szia! Hát, láttuk, nem akartunk téged lenézni, de nagyon szép volt. Láttuk, amit látni kellett. Te szoktál kerékpározni, nem a vitorlázás mellett. Én mondtam, hogy követlek most titeket, csak nincs itt a bicikli. El akarunk csábítani. És hol van a bringád? Len a hajóban. Furcsa a bicikli, ilyen pici kereke van, de már néztek vele cirkuszi artistának. Jó, akkor viszont csináljuk azt, mi elmegyünk még megnézni a Millennium Parkot, és lent a kikötőben akkor találkozunk, jó, és megyünk együtt tovább, oké? Jó. A Siófok akkor természetesen Kálmán Imre, hiszen Kálmán Imre 1882-ben itt született. A nevéhez nagyon sok híres operett fűződik, Csárdás királynő, cirkuszhercegnő, Marica grófnő, hogy csak a legnagyobbakat említsük meg. Tőlünk nem messze van a szülőháza, ami egyébként ma is eredeti állapotában áll. Hogyha kinézek itt a pavilonnak az ablakán, akkor egyből a vasútállomást látom. Igen, a vasút az fontos szerepet játszott Siófok életébe, hiszen 1861-ben a Buda-Nagykanizsa közötti vasútvonal ekkor nyílt meg, a déli vasút építette, és 2 évvel később, 1863-ban kapott vasúti megállót Siófok, és tulajdonképpen ettől az évtől tekintjük a város, mint fürdőváros, hiszen így már sokan el tudtak jutni vonattal könnyedén Siófokra, és hát ennek idén 150 éve, úgyhogy Siófok idén ünnepli 150 éves fürdővárosi létét. Szia Béla! Megjöttünk! Hello! Hello, hello! Hello! Aztán előkészített, mert elég nehéz előráncigálni, de fog menni. Utasd azt a csodálatos kerékpár. Mert a hajód az gyönyörű. Ó. Egy segítsünk? Kell, mert ez beféri, de nem, köszi. Önjáró. Nagyon praktikus ez, hallom. Mondjuk hosszabb túrára nem javaslom, de... Ilyen félkezes, tudod. Ilyet, nem tudsz a tiédet csinálni. Sütj! Én segít. Van, ezt viszem magammal, ha lemegyek az Adriára, a bélhajóba, és akkor baromi nagy távolság van a kikötőkben, és ez nagyon jó szolgálatot tett már. Sőt, két hajó között egyiket leadtam, azt hiszem Sibeningbe, hát majdnem 30 kilométert mentem vele. Ezzel lett a ketté 30 kilométert? Azért szaporázni kellett. Hát szép lassan ráértem. Szombaton adtam le az egyik hajót, mire a másikra megérkeztek, szombat este volt, úgyhogy ráértem. Nem lesznek jó most ilyen hosszú, ugye? Átvegyünk a hajóállomásra, megnézzük a hajóállomást, a Sió zsilipet, illetve a Jókai Parkot. Szabályozzák a Balatonnak a vízszintjét. Amiről a Béla sokat tudna mesélni, hogy miért jó, hogy most már nem ereszik le folyamatosan a Balaton vízszintjét, ugye? Hát nem is a leeresztés volt, hanem most azt hiszem, hogy megemelték a biztonsági vízszintet, ami nagyon jó dolog, mert a tavalyi nyárból okulva, hogyha ilyen nagy asszály van, mint ami tavaly volt, akkor azért nagyon mélyre tudna lesüllyedni, úgyhogy egyébként engedni kell a Balaton folyamatosan kicsit-kicsit, mert a
sió tele van mindenféle hulladéka, és azért tisztítani kell a sió vízét, mert különben a sió menti települések mind büdöstől halnának meg. Úgyhogy, tehát az engedés az normális, csak hogy normálisan legyen engedve. De én azt hiszem, ez a vízszint emelés ez most megoldja a problémát, ami évek óta fönnáll. Sió mellett létesült nem olyan rég, pár évvel ezelőtt egy bicikliút 13 km hosszan, úgyhogy ezzel egészen Ádánd vonaláig el lehet jutni, úgyhogy aki nagyon szereti a vízi madarakat és még olyan ritkaságokat is láthat, mint a fekete gólya, ami azért tényleg nem mindennapos látvány, úgyhogy érdemes nyerekbe pattanni és végig menni ezen a 13 km-en, vagy pedig egy kicsit távolabb Töreki felé, ott is nagyon jó gyalog, illetve bicikli túrázási lehetőség van a Töreki tanösvényen természetvédelmi terület kedvelőinek. De most már a Béla nélkül, mert szerintem tőled most elköszönünk. Igen, Siófok határában neked lejár a felség területem, úgyhogy... Úgyhogy akkor visszaengedünk a hajódra. Én hát a négy kereket lecseréljem hajótestre. Hajótestre, úgyhogy köszönjük, hogy velünk voltál. Köszönöm szervus szépen. Szervusz. Mit a biciklisen? No, we must say goodbye. Úgyhogy Zamárd is bővelkedik látnivalókba, ki éppen melyik típusú élményekre fogékony. Van egy nagyon szép tájházunk, ami a itteni életmódot, a népi életmódot mutatja be, ugye hajdan volt életmódot. Van egy 52 éves kertmozink, ami tavaly teljesen felújításra került, tehát most már azon ritkaságok közé tartozik itt a Balaton mellett, ami még üzemel, üzemképes kertmozi. Van egy nagyon szép üdülőhelyi kápolnánk is, amihez egy új szabadtéri misézőhely is kapcsolódik. És hát természetesen meg kell említeni a szamárkövet. A szamárkövhöz több legenda fűződik, a látni rajta egy patanyomot, illetve egy emberi lábnyomot, és a legenda azt tartja, hogy a Szent Család erre járt, és a Szamár, illetve a kis Jézusnak a lábanyoma maradt meg a kőnek az oldalán, illetve a felületén. És hát meg kell említenünk mindenképpen a kőhegyi kilátót, ahová majd mi is elnézünk, ellátogatunk, ahonnan nagyon szép, az egyik legszebb balatoni panoráma nyílik a szemünk elé. Most nézzünk be a Szabadstrandra, hogy vajon mennyi fürdőzőt látunk ezen a kellemes nyári napon. Jó, ha nem hideg a Balaton, megmártózom én is. Zamárdinak ez is egy nagy előnye, hogy itt egy 3,5 km hosszú Szabadstrand van, ami tulajdonképpen azért egyedülálló itt a Balaton mellett. Az üdülőkápolnák gyöngye. 1929-ben lett felszentelve, nagy boldogasszony ünnepén,
és ami különlegessége, hogy 10 évvel ezelőtt egy új szabadtéri misézőhely létesült a kápolna mögött, úgyhogy ezt most meg fogom neked mutatni. Nyaranta a nyári miserend alkalmával minden vasárnap kétszer reggel 8 órakor és este 7 órakor van itt Szent Mise, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy szinte mindig tele van. Nem csodálom egyébként, mert fantasztikus hangulata van. Igen, pedig ha mondtad, hogy még följövünk a kilátóhoz így a nap végén, nem mondom, még egy emelkedő, még egy kávária, de ezt megértem, a nagyon-nagyon szép. Innen viszont láthatjuk az egész napi teljesítményünket. Igen, és... egyébként csak mindjárt elmondhatod azt is, hogy én még Tihanyt ebből a szögből nem láttam, de nagyon-nagyon szép. Na és akkor merről is jöttünk? Hogy jöttünk? Akkor tulajdonképpen ugye... De ott van Siófok, igen. Igen, Siófok mögötte Balaton világos, úgyhogy innen az egész mai útvonalunkat, azt a 23 kilométert, amit megtettünk, azt most megnézhetjük így. Sőt, gyakorlatilag ugye elnézzük a keleti öblöt, itt van velünk szemben Tihany, ott van Badacsony, és azt mondtad, hogy tiszta időben egészen a végéig el látni a Balatonnal. Tehát gyakorlatilag innen az egész Balcsony. Innen az egész Balatont, igen, végig lehet látni. Úgyhogy méltóan koronázza a Badacsony egyébként itt a mostani látószögünket, de egyébként valóban. Hogy felosztál ide minket, mert nagyon szép, úgyhogy szépen zárult ez a nap szerintem ezzel a kilátóval. De azért nem foglak elegendni egy igazán jó kis balatoni bor nélkül. De hallottál róla, hogy én imádom a borokat? Mert ez az egyik szenvedélyem. Mert hát valaki megsúgta. Hoztam nektek egy kis bort, így a Szent Kristóf pincészetemből, és hát ugye itt vagyunk a Dél-Balatonnál, és Zamárdi ennek a borvidéknek a legészakibb csücske, úgyhogy ilyen nagyon érdekes, friss üdeborokat fogok nektek most megmutatni. Fehéret, rozét, vöröset? Mondjuk látom. Ez így legyen, jó? De akkor így be is tesszük sorrendbe. És a sort azt egy nagyon könnyű üde nyári borral fogom nyitni, amelyhez a szőlők ilyen 800 méterre találhatók innen. Egy igazi zamatos fajta írsai olivéra neve, ami most ugye nagyon közkedvelt, mert behízelgő illatával és szép, aromás, enyhén muskotájra emlékeztető ízvilágával, így főleg ugye a nyári borok kedvelőinek ez egy megfelelő kis igen. Kísérő. De jó illata van. Kóstold meg, kérlek, hogy... Nem kell kétszer mondani. Hogy az ízében is köszönöm szépen. Kínálja Gábor. Igen, én is megkóstolnám, köszönöm. Egy nagyon-nagyon szép bodzára emlékeztető illattal. 2012-es ez az évjárat, és hát egy nagyon szép év volt ez a szőlő szempontjából, legalábbis jó pár fajta szempontjából. És egy nagyon-nagyon telt, szép, könnyed muskotáj ízzel. Igen, és annak ellenére, hogy telt, könnyű. De igen. Nagyon. Yeah.
Köszönjük, hogy velünk tartottak, jövő hónapban pedig a Balaton északi partján fogunk majd csatangolni egy kicsit, remélem, hogy akkor is velünk tartanak, viszontlátásra!